Sziasztok! Folytassuk a Lies of P kalandozásunkat a Technico Build-elem második részből. Egy nagyon picit hozzányúltam a settingekhez, remélem nem nagyon lesz lagzivatar. Szóval itt most felszedem azt a pár maradék tárgyat, ami így el lett hagyva. Ebből például most megtudhatjuk azt, hogy a gyárat, ahol a bábokat gyártják, a Venini Works-ot, azt ugye megszállták a bábok, és most lényegében saját magukat gyártják tovább, és Lorenzini Venini, azaz a gyárnak a tulaja, igazgatója, meg tök tudja milyen címe, meg titulusa van még, oda ment megállítani. És igazából az is lenne most a kövi story progress, a story progressnek az lenne a következő állomása, hogy őt meg kéne menteni. Azonban, ahhoz ide kéne majd még egy kulcs. Gemini mondja is, hogy... most egyelőre így megtettünk mindent, amit lehetett. Mondjuk azt én még pont nem tettem meg, hogy lehúzzam azt a szájba vert redőnyt, mert kezd felszakni tőle a vérnyomásom, hogy nem előnyös az a nappali olyan szempontból, hogy pont a legdrágárabb módon tud ide sütni a nap. Na mindegy. Visszamegyek majd nem sokára szintet lépni. Bár ezt a 7000 valahány száz ergót, ezt inkább majd arra fogom használni, hogy a két kvarcot megvegyem. Ugyanis... én azt gondolom, hogy most oké, nyernénk pár szintet, de az, hogy pár passzívot állokkoljunk már sokkal hamarabb, az többet ér. De előtte nyomjuk le a questeket. Mondjuk a sípos az igazából nem ad semmit, az ténylegesen inkább a sztori miatt. Most meg tudjuk fújni a gyerek ablak előtt a sípot, és akkor Murphynek, azaz a Scrap Watchmannek hisz majd minket. Aztán meg majd visszamegyünk a hotelbe, és azt a sok anyagot, amit kaptunk a Scrap Watchmantől, azt hasznosítjuk is. Ez lesz a terv. Jap. A biztonság kedvéért ezeket leírtam itt felül, hogy ne zavarjanak be, bár nem hiszem, hogy le tudnak dobni oda, ahova én lekészülök-e. De jobb félni, mint megijedni. Ha! Ó, majdnem utána zúgtam, igen, azért az ilyenekkel vigyázni kell itt. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ez a nagy darab fehér báb az itt szerintem nem respawnolós történet, de ha mégis, akkor a biztonság kedvéért igyekezzünk. Akkor itt az a terv, hogy meg kell fújni a sípot. Sound. Is that you, Murphy? I know that whistle. It must be Murphy. Thanks for coming by. I want to play, but I feel too sick. I don't think I can. I miss Zach and Sophie and Eric. I wish we could all play. Igen, itt ennyit kaptunk, és a kisrác ki is leheli a lelkét a betegségtől. Szóval, ja. Ez itt ennyike volt. Ó, én vissza fogok venni egy-két settinget. Megint van droppom. Na, és megvan az első igazi hazugság szenáriunk. És akkor olyan édes, mit gondolsz róla? Hazudjunk. Tehát, hogy az nem egy báb? Igen, aranyos! Your springs are reacting. A rugóim reagálnak, és kapunk majd különböző lemezeket a játék során. Ezeket meg lehet hallgatni a gramofonnál a hotelben. Ez arra jó, hogy kapsz extra humanity pointokat. Amik nélkül elég nehéz lenne elérni azt a bizonyos negyedik szintet, ami a Rise of P endinghez kell, szóval... az adott rész végén, vagyis hát inkább a részen kívül ezeket majd mindig meg fogom hallgatni, de érdemes, nem érdemes őket felstócolni, hogy na majd endgame-ben meghallgatod, ugyanis nem teljesen az endgame-nél van az a pont, aminél áll vagy bukik a Rise of P ending, szóval... Ha kaptok egyet, vagy összegyűjtötök kettőt-hármat, akkor érdemes őket mindig meghallgatni. Itten lehet-e
ottan, ott is van Phil. Majd meghallgatom a rész végén. Kaptunk akkor még egy pár tárgyat. Van is nálunk kettő kvarc, ugye mind a kettő komolyabb boss dobott egyet-egyet. Ezt a P-organoknak a fejlesztésére tudjuk majd használni. Overcharge Storage Battery, ez ugye a Scrap Watchmannek a hátán az a tároló egység volt. Ezt föl tudjuk használni arra, hogy egy újabb Legion Armot készítsünk. Ja, meg itt a macska egyébként. Most egyelőre még fújni fog ránk. Még úgy nem igazán vagyunk emberszerűek. Úgy nagyon nem szívlel minket még. Lesznek olyan Legion Armok, amikhez ilyen dedikált elem tartozik, azt hiszem még az ezután lévő tüzeset is egy ilyen külön dedikált elemből tudjuk megszerezni, mert az utána lévőeket, azokat meg majd egy olyan alkatrészből tudjuk megcsinálni, hogy Legion Plug. Szóval ez még nem a Falcon Eyes lesz, de... I picked up traces of high-powered energy. Why don't we make a Legion arm with it? Mr. Vanini is the expert when it comes to Legion arms. But I'm pretty sure I can make one. The puppets get fried easily by electricity. A bábok ellen az elektromosság az kurva jó. Igazából én is használhatnám már most, de... Én lehet inkább a puppet stringgel megyek, azért Vanini művekben is lesz egy csomó geci szituáció, amikor jobban fogok kijönni szerintem, hogyha egy-egy bábot arrébb tudok húzni. Meg ez közelre jó, de egyébként ha advanced buildet futtatsz, vagy ha motivity buildet, akkor ezzel menjél mindenféleképpen. Ugyanis csak elektromos sebzést csinál, de motivity-re is scale-el. Tehát, hogy itt nem az van, mint normál fegyverek esetében, hogyha motivity-re pakolsz, azzal csak a fizikai sebzést nő. A Legion armok esetében motivity-re pakolsz, akkor is nő az elektromos sebzés, és itt azért ez az egyetlen, ami megtartja a skálázódást magasabb szinteken is, mert fegyverek esetében hiába tud egy fegyver S paraméter bónuszt, 40 fölött már alig kapsz valamit. Ennek a negyedik szintű upgrade-je baszottul erős, kurva sokat sebez, de én most maradok egyelőre a Puppet Stringnél. És akkor van 3 Moonstone-om, ami azt jelenti, hogy jelen formában a Booster Glaive-et, hogyha megszerezném, akkor egyet tudnék rajta húzni. Na de mitet kaptunk még akkor ugye? Quartz... Igen, Core. Ez a key item, ez meg ahhoz kell, hogy most már a P-organjainkat majd be tudjuk aktiválni Geppettónak a szobájába, mindjárt mutatom. Igen, Geppetto a második emeleten van, persze. Oksa. Így is. Amíg az ergo mennyiség ott kéken világít, az azt jelenti, hogy legalább egy szint kijön belőle. Szóval most ottan tartunk, hogy 18 technikó. Én... Hát azért a Booster Glaive egy kicsit nehezebb, szóval én azt mondom, hogy a Capacity-re húrjunk egyet. Meg amiket találtam, ellőhető ergókat, hát azokat ér használni egyébként, szóval. Szóval, ja. Itt is vagyunk. Beszéljünk a Fatherral. You've returned. Forgive a sentimental father for worrying about his son. Always remember that you're precious to me. Even when I ask you to do something dangerous. Speaking of which, there's a factory just beyond the Elysian Boulevard. It's packed with countless puppets. My friend, the inventor Vanini, went to stop them. Ja, és hát egyelőre még nem mond több területről infót, előbb csak mentsük meg a gyárból Veninit. Are the source of your powers. Collect quartz to get the strength you need. Na, mutatom ezt az upgrade rendszert itt, ez elég érdekesen működik. Remember, the hotel. Igen, a hotel az utolsó biztonságos hely Kratba. Vigyázzak, hogy kinek mit mondok, nem kéne ide csődíteni minden jöttmentet. Különösen a stalkereknek, meg az alkimistáknak, meg vigyázz a veszélyes emberekkel is, és nekem engedély, mert kegyél mindig. Jó, van Fater. Jajjál, véres Fater. Akarom mondani, majd én tudom, mit csinálok. Na, így legalább nem süti ki a nap teljesen a szememet. Akkor itt úgy néz ki az upgrade a P-organok között, hogy ahhoz, hogy a phase 2-esek kinyíljanak, ahhoz kettőt ki kell maxolni a phase 1-ből. Azt hiszem, ha jól rémlik.
De még ha nem is rémik jól, igazából mindegy, mert ahogy majd fejlődsz, mindig lesz majd egy animáció, ami mutatja, hogy éppen kinyílik a következő szint. Azokba a kis lyukakba be lehet pakolni egy-egy slotba egy-egy adott effektet. Támadó típusú, túlélő típusú, akkor ilyen képesség és a tárgyakkal kapcsolatos dolgok. Mindegyik típusból csak egy lehet, tehát hogyha ide a felső slotba berakok egy atakosat, akkor még egy atakosat oda már nem tudok. És hogyha mind a két slotot telenyomom egy adott ilyenen, akkor megkapom a bónuszt, ami ez esetben az lenne, hogy egyel több pulszel, de az nem kell. És akkor az ellenfél tovább van staggerbe, több fable slot, meg a link dodge. Első körben ezt kéne, meg a több fable slotot majd. Szóval ez így tök jó lesz, mert... Igen. A charge attack-ok azok jobban staggerölnek, fatal attack többet sebez, fable art többet sebez, és az ellenfél tovább van staggerbe. Igazából... menjünk a fable-re. És akkor ide pedig... Igen. A fatal attack az több pulszszel tölt. Igen, dodge-olás közben kevesebb sebzést kapok. Ha nincs pulszszellem éppen aktívan, akkor szintén kevesebb damage-et kapok. Jobban visszatom tölteni a HP-mat támadással. Igen, ha ellenfeleket ölök, akkor töltődik vissza a Legion, ami ugye a balkarnak a ammója. Aha, a Perfect Guard jobban tölti a Fable-t. Több dobócuc lehet nálam. Több ergót kapok, hogyha ellenfeleket eliminálok. Hát igazából... igazából a Guard Regain az, ami most jó lenne, és akkor tudj... Aha, igen, jó lenne... Bazd meg. Szóval... egy pillanat türelmet kérek, csak autista vagyok. Tehát ott is van már, látjátok ott ezt? Ezt a kis golyóbist. Ez ugye attól került oda, hogy egy ilyen csoportot kimaxoltam. Még egy ilyen is ki is nyílik a kövi fézés. Ezt igazából meg is tudom mutatni, mert most akkor én a plusz két kvarccal, amit vettem, a több fable slotot is kinyitom. Ellenfél tovább van staggerbe. A charge attack jobban staggeröljön, az nekem fasza lesz. És akkor emellé, oké. Charge attack kevesebb staminát használ. Perfect Guard jobban tölti a Fable-t. Ja, menjen az, hogy a Perfect Guard jobban tölti a Fable-t, és tudj, ki is nyíltak a kettesek. Igazából, ami itt fontos lesz innen, az majd a több amulet slot. Retain Guard Regain upon Pulse-el use. Igen, erre cserélték le a Rising Dodge-ot. Ja igen, tehát hogyha hílelek, akkor attól függetlenül még tudok visszatölteni HP-t, hogyha mondjuk nem is tudom. Mert idáig ugye az volt, hogy mondjuk leblokkolok 2 vagy 3 támadást, ugye lemegy egy adag HP-m, aminek egy részét narancsárga is visszatom tölteni. Hogyha hílelek, akkor azon felül majd még visszatom tölteni a blokkolt sebzést. Na ez jó egyébként. Ebbe lehet majd beleinvestálok, ugye ez korábban nem volt elérhető. Tehát akkor majd az amulet slot. És innentől kezdve, hogyha majd a harmadik fészt akarom kinyitni, megtehetem azt, hogy mondjuk innen még egy ilyet kimaxolok. Tehát, hogy ahhoz, hogy kinyisd a fész 3-at, nem feltétlen kell a fész 2-ből kimaxolni 2-t. Bármelyik előző fésznek a kombinációjából kimaxolhatsz összesen 2-t, remélem lehet érteni. Innen tényleg a több amulet slot fog kelleni nekem. Meg igazából... elközülök el. Én adok majd esélyt ennek az új cuccnak. Ja, oké. Egyelőre elég jók vagyunk. Megvan a link dodge is, ott konkrétan az, hogy a dodge animációja közben még egy dodge. Mert jó gyorsan, ez fontos az elején. Jó, persze. Megmentjük Venini-t. Az most a terv abszolút. Ó, de most már lehet tőle kérdezgetni azért. Venini works as the puppet's main base. It's a factory where they manufacture more of themselves. Venini himself went to stop rescue Venini and shut down. Igen, mentsen meg Veninit, állítsam le a gyárat, hogy a báboknak ne legyen erősítésük.
katedrális a hegy tetején, az lesz a következő terület utána, sorba jönnek. I've lost touch with them, and if the puppets push towards the cathedral. Igen, majd mentsem meg az érseket, meg a menekülteket is, hogyha esetleg a bábok a katedrálist is támadják. Malum kerület, az a nyomor negyed. Egy négy stalkerből álló csoport a fekonyult testvériség befoglalta. Fúj, ezeket, de utálom azokat a nyomorultakat. It was always a rundown neighborhood. I'm hearing rumors of monsters rampaging. Ja, meg igen, szörnyek is vannak rajta. Igen, meg a fekanyult testvériség úgy uralja azt a kerületet, hogy ha részt veszel abban a sorsolásban, hogy nem fizetsz nekik védelmi pénzt, akkor a jutalmad egy koporsó lesz, és az, hogy elraknak benne hat láb mélyre. Nem fasza. És a Rosa Isabel utca. Stronghold of the puppets. It's a hunting ground. I believe it's the epicenter of the puppet frenzy. Especially for someone as precious as you. Jó, egyelőre még oda nem menjünk, az a Puppet Frenzy-nek az epicentruma, mert ott nagyon-nagyon erős ergo hullámot detektált egy Geppetto, és az alapján vonta le ezt a zseniális következtetést. Tö! Now that we have a moment to talk, you must understand. The city is on its deathbed. The petrification disease spreads too fast. And the puppets rampage everywhere. Nobody knows what caused the disaster. Everyone. Igen, senki nem tudja, hogy a kővédermedő kór az így mitől ütötte fel a fejét. That's why I found you. We're both unique. I am able to wield the power of Ergo. Power I used to call on you. That's all I can say for now. I'll use my. Mennyibe kerül most egy szint lépés? 1200. Hát igazából egy pár cuccot előhetek most. Ebből a legkisebből mind a 11-et. Meg mondjuk ebből kettőt, és akkor két szín fixen kijön. A bosszokét meg hagyjátok meg. Abszolút-e. Itt van is még egy-két info az aktuális bosszokról. Meg azt az üzenetet sár figyelmen kívül, hogy a Treasure Hunter may want this rare ergo. Igen. Szóval ne lőjétek most még így el. Mert utána verhetitek a fejeteket a falba. Én azt mondom, hogy legyen meg a 20-as technik, aztán most már majd egy kicsikét Vigyorra meg Vitality-re pakoljunk. Most az lenne a feladatunk, hogy jussunk be a Venini művekbe, és instant zsaljunk el a Booster Glaive-ért. Ja. Amiatt is pakoltam kapacitét. Az egy kicsikét nehezebb fegyver lesz. Meg lassabb, viszont határozottabbakat lehet vele odaverni, és a Charged Heavy támadásai az dimenziókat átívelő, hogy úgy mondjam. És már van 4 Fable slotunk. Tökéletes. Így már azért nem tűnik olyan költségesnek mondjuk egy 3-ba kerülő támadás. Itt mondjuk lesznek azért geci bábok, szóval... Playboy and most brilliant inventor in Krat. Just ask him. Not just puppets. Almost every machine and tram in Krat is supplied from here. You gotta be curious about the guy. What kind of person is he? I wish we could find him. That is, if he's still kicking. Itt óvatosan, mert az beszakad alattunk, meg majd ide föl még mindjárt jövök vissza. Mi van? Elfelejtettem, hogy kell ugrani? Úgy néz ki, elfelejtettem, hogy kell ugrani. Na mindegy. Hogy kell ugrani. Ja, le kell nyomni a sticket, jó van. Se baj. Special Resistance Ampule. Igen, vannak olyan élmentek, amik ilyen... különlegesek. Azok már a negatív hatásukat akkor is éreztetik, hogyha csak így kúszik föl rajtad a csík. 3 ilyen van, a Shock, Break és a Disruption. Amíg a Shock rajtad van, addig a staminád nagyon-nagyon lassan töltődik vissza. Amíg a Break rajtad van, addig a Pulse-szel sokkal kevesebbet heal-el. Az nagyon geci tud lenni, a Disruption meg az Insta-kill, hogyha fölmegy rajtad, akkor meghalsz. Nagyjából ennyi.
Most célszerű lesz egyébként jönni innen is, ugyanis van itt még valahol egy szerencsétlen, aki talán tud dobálni. Meg ha itt lejövök, akkor megint csak tudok kerülni. Mielőtt az a nagy darab állattal küzdök előtte, egy kicsikét le akarom írtani a tereppet azért. Igen, ez most rohadtul nem jött ki, hogy ez a kis kurva is itt volt mögötte. Hidden Moonstone király. Most már... ugye van nálam 4 darab. Mondjuk igazából eddig is plusz 2-esre föl tudtam volna húzni a Booster Glaive-et, ha szarul számoltam. A harmadik upgrade-hez meg ugye 4 kell, szóval összesen 7 darab Hidden Moonstone kell, hogy plusz 3-asig mehessen. Itt meg... Ja igen, ez... ez jó köcsög lesz. Aha. Azzal, hogy az egyiket leszettem, följött a többi is, nem baj. A dobósat. Az legyen elintézve. De jó. Elakadtak a balfaszok. Zseniális. Mielőtt viszont azonban tovább megyek. Úgy néz ki, hogy engem sürgősen keresnek telefonon. Az első rejtélyünk. Ez a rímelő fasszal. Nagyon bírom. Arlecchino rejtélyek királya. Időnként zaklatni fog ez engem telefonon. Rejtélyekkel traktál. És itt is, ha jól válaszolsz, akkor kapsz plusz humanity pointot. Ami jó. Ha ember vagyok, akkor meg tudok oldani egy rejtélyt. Reggel 4 lábon jár, délben 2, este pedig 3, hogy az életet hajnalán, amikor gyerek vagy, akkor kúszol, aztán amikor ugye a fénykorodban vagy, akkor 2 lábon mész, öregkorodra meg 3 lábon mebottal, de ez olyan nagyon általános idő, azt még ti mondtátok nekem. Én elsőre itt a Monsterre nyomtam. Mondjuk itt, ha a másik válaszra nyomtam, akkor is megkaptam a Trinity Key-t. Meg akkor is megkaptam ezt az üzenetet, hogy your springs are reacting. De valami különbségnek csak kell lennie. A Trinity Key-t biztos, hogy megkaptam akkor is, amikor a másik válaszra nyomtam. Na mindegy. Egy a lényeg, hogy itt ez volt a jó válasz. És akkor főbejárat nem fasza. Itt most fog kelleni nekem az óra, azt jobb, hogyha shortcutba berakjuk. Gyorsan el kell majd húznunk tintás belünket. Ugyanis most. Booster glaive-ezünk egyet.
Ez a gyár is egyébként egy nagyon jó pálya, nagyon tetszik, ahogy kinéz. Igazából nem nagyon van olyan pálya részlet, amire azt tudom mondani, hogy így szar kimondottan. Na. Lánc. Arrafele kell majd tovább menni, a másik irányba shortcut van, és most azzal a nagy darab Puppet of the Future-rel most nem fogok a méregben megküzdeni, most mutatom az okosabb utat is majd, hogy a mérget azt el ki lehet onnan vonni, azonban egyelőre itt most az kell, hogy én átrohanok. Ezek a gyapotszedőkkel nem szabad foglalkozni, majd ezt a csövet itt le lehet engedni, és akkor lesz egy shortcut ott tovább. Egyelőre itt most azt kell csinálni, hogy lezsalunk, kurva gyorsan, rasbisszuk a blyagy. Ha mérgezés van vagy valami, akkor gyógyítom magam, meg azért a lootontyút azt felszedem. Igen, a Hidden Moonstone miatt. Szerencsére lassan mozog ez a szerencsétlen. Oké. És húzunk is innen. Majd később megküzdögetünk vele. Ő például, ha eltalál, akkor a sokkot rád nyomja. Elég durván. Stamina nélkül meg nehéz küzdeni, ugyebár. Ezek a speciális élmentek jó mocskok amúgy. Na, mutatom, hogy mit tud a Booster Glaive, ugyanis egészen mid-game-ig ezt fogjuk használni. Slightly heavy-be vagyok, ezért volt jó, hogy pakoltam kapacitóra. Fucking hell. Viszont kéne még rá pakolni egyet-kettőt. És a full miniszt, az elektromos kart, azért se rakjuk be, mert az még nehezebb, mint ez, szóval... Még mindig slightly heavy vagyok, nem baj, még egy a capacity-re, és már nem leszek slightly heavy. Igen. Igen. Mert most arról nem mondok le, hogy a védelmi testrészeket mondjad már, hogy rakjak be belőle gyengébet, meg ilyesmi, no, my friendo, nem az a terv. És ráadásul még el kell nyomnom egy kis ergót, mert ezt most fejleszteni kéne. Szóval még egy kettőt. De megmutatom, hogy mitet tud. Ugye, alaptámadások, eredjek, itt erre kell számítani. Heavy. Bár ezeket úgy simán nem nagyon szoktam használni, és akkor ugye futós light, futós heavy, dodge utáni light, meg dodge utáni heavy, nem tudom, hogy van, ám ott nincs különbség. Na és akkor charge-olt heavy. Ez a távolság, amit itt be lehet ezzel hozni, ez kegyetlen. Meg akkor van két fable artja, és ha simán háromszöget nyomsz, akkor ez az. Ennek a Storm Slash a neve. Igen, ezt több fegyver is tudja, meg a Patient Slash. Ezt is tudja több fegyver, de több fegyvernél három szintig kell charge-olni, itt meg csak kettőt. Mind a kettő tetű lassú, de jó, be kell időzíteni. Brutál jó kis fegyver. Aztán a későbbiekben lehet majd fejet cserélni rajta, de én egyelőre ezzel az alappal megyek, mert most nincsen jobb, ez meg ugye inkább vágó. Sebzés nyomott. Ja igen, ott mutatja is, hogy ezzel a pengével ott a step mellett van egy ilyen kis minusz jel, tehát hogy ez csak vágó sebzés tud. You're going to the factory to save Mr. Vanini, right? He's the richest man in Krat. I heard he went to shut the factory down. I hope he's safe. I wouldn't want to lose my best customer. I know my way around. Mr. Vanini is the richest. Ja, igen, Vanini Krat leggazdagabb embere. Company manufactures most of Krat's. És a legolaszabb is. He's peculiar, but a good-hearted. Meg annak ellenére, hogy gazdag, mindenki minden alkalmazottjával tisztelettel bánik. I heard he went to shut the factory down. Hát igen. I know my way. Tehát akkor 13-mal nő is a oksa. Még 12-vel. Meg ezt a markolatot már majd szívesen módosítanám, Alter Handle.
technikre, ahhoz kell egy technik crank, de azt itt a gyárba tudunk is majd szerezni, akkor arra módosulna a technik paraméter bónusz, és már kapásból a jelenlegi technik szintemmel 13-mal több sebzést kapnék még. Szóval most ez a terv, más amulettem nincsen igazából, szóval dobótárgyak, hát pöppet kifogytam, na nem baj. Itt lesz a puppet string. Ott az az irány, ahol ott most lementem a mérgező pocsolyába, ott arra fel a bábokat most tök fölösleges lesz leírtani. A tárgyakat felszedtem, ott úgyis találkozunk még jó pár olyannal. Szóval itt az a terv, hogy akkor erre mégyünk tovább. Igen, mutatja is az Electric Blitz sebzés, az jó bábok ellen is húzzá innen, ha nem egy stalker vagy. Na de itt most lé lehet jönni. Ott is van, őt például csak két ütés szakítja meg. Ezekben a széfekben jó dolgok szoktak lenni általában, vagy különböző fejlesztési alapanyagok, vagy fegyverek. Itt például ez a Salamander Dagger. Ez egy jó kis tüzes advances fegyver, a elektromos buzogány mellén én használtam nagyon-nagyon sokáig, kurva jó. Advancednek megvan az a hátránya, hogy jó, ott mit tudom én... Nem, mivel nem fizikai sebzéssel dolgozol elsődleges, hanem akkor ott váltogatni kell a fegyvereket, hogy oké, bábok ellen nem lesz jó a tűz, de aztán későbbiekben más létformák ellen meg az lesz a jó, stb. De én szerettem advanced build-el játszani, csak az érdekes itt ebben a játékban, a build-elésben, hogy kicsikét előáll ez a szomszédfűvel mindig zöldebb effektus, hogy megkapta is, hogy jó, advanced build-el könnyű. Aztán én meg amikor utána elkezdtem a technik build-el játszani, meg rájöttem, hogy ezzel se tűnik nehéznek, sőt ezzel még könnyebb volt. Aztán átmentem a motivity-re, és azzal meg még könnyebb volt, szóval... Szóval, ja. Na itt ezt úgy kell csinálni, hogy... Itt óvatosan. Mert törik. Leeshetünk egyébként ott is, de jobb, hogyha itt fönt takarítunk először. Jobb pozícióba vagyunk. A báboknak a gyártósora. Ezt a charge-olt hevit, ezt fogjátok látni rengetegszer. Nem csak az, hogy tetű erős, hanem itt ténylegesen az előnyére tudod fordítani, hogy oké, hogy lassú, de olyan messziről nyomod egyszerűen, bazd meg. Hogy csak na. Ó. Az hogy nem volt backstab? Na mindegy. Gyere barátom. Belfort shock cartridge. Aha. Általában a cartridge típusú védelmi alkatrészek a speciális élmentek ellen védenek. Tehát, és a sok elleni az most pont jó lesz, mert az a nagy darab vadállat, aki ott járkál lent a méregben, az pont sokkal támad, így kevésbé megy föl talán rám. Hogyha itt följövök. Hogyha esetleg az van, hogy... Na, mutatom inkább. Tehát, hogy beleesel itt a szarba. Leesel, jaj, hi-hu-hu, egyből be a bábok közé, akkor itt fölmész a létrán és ott körbe tudsz menni föl. Igazából most már itt jöhetünk szerintem lefele, itt fönn már nem nagyon van semmi más, ami érdekes. Mert egyébként visszatérve az advanced build-ra, ott arra fogsz költeni, hogy akkor veszel dobótárgyakat, amik brutál erősek, itt meg akkor arra költesz, hogy mivel fizikális sebzéssel dolgozol, hogy buffolod a fegyveredet. Különböző külsőleges buffokkal. Igen, rengeteg sok hibás báb van, az alkimisták által ide szállított ergo mennyiség az romlott, stb. Defektes bábok, stb. Igen. Titkos ergo kísérlet, és a kidobott bábok azok a mocsárba kerülnek, igen, azt használják egy ilyen szeméttelepnek. De azért vigyázzál, hogy kinek teszel föl ilyen
ilyen kényelmetlen kérdéseket, ha csak nem akarsz egy levágott fejet, lófejet találni az ágyadban reggelre. Vigyázni-e az alkimistákkal? Na igen, és az itt beszaratás number one. De elég erőteljesen jelzi a játék, hogy figyelj bátyja, arra kéne menni. És amint leugrunk, ki is tört abból a széfből egy ilyen pajzsos állat. Elakadt a pajzsba! Bazeke. Jaj. Aha, ezt így hátulról lehet elkapni. És most még egy charge-olt, hogy gyorsan, amíg nem kell fel a szemét. Oké. Legion Caliber. Ezzel a Legion Armoknak, a Legion Armoknak a szintjét lehet fejleszteni. Egyes szint az alap, és négy a max. Tehát három fejlesztés. Először azt hiszem úgy kell hozzá a Legion Caliber, hogy egy, majd utána kettő, a végén meg három. És igazából... a Puppet Stringet azt majd inkább úgy kéne fejleszteni, hogy majd egyszerre. Már most így csak külön a kettes meg a hármas szinttel annyira nagyon sokra nem megyek. Viszont hogyha szerzek egy Legion plugot, akkor... akkor a Falcon Ice-t azt nagyon jó lenne megszerezni. Na, ott van. Motivity Crank. Ó, bazd meg, nem a technikát kaptam meg hamar. Na, Motivity build-el már instant ki tudod hozni a jobb paraméter bónuszt egy Motivity-s fegyverből az elején. Az Advanced-es Crank viszont nagyon-nagyon késő jön. De tudom, Advanced build-el könnyű. Na. Kulcsfontosságú checkpoint. Először. Tehát, hogy lehet majd menni arra. De nem arra kell elsődlegesen, hanem majd arra. Szóval először erre megyek. Remélem lehet érteni a logikát. És akár mentetünk is egyet, mert... Már jó, ez itt eléggé safe zone. És különösen ide lesz jó nagyon a Puppet String amúgy, mert sok báb lesz egy helyen. És így nyilván úgy akarsz közlekedni, hogy az ilyen mocsárban no. Szóval én azt mondom, hogy egy ilyet be is rakok, meg egy ilyet. Esetleg a mérgezés az kerüljön majd le rólam, meg menjen rám föl nehezebben. Tehát például te. Na és pont nem elég neki egy light. Na majd nézem egy heavy-vel. Ja, egy heavy elég. Mert egyébként az is érdekesebb a játékban, hogy alapvetően egy sima heavy nem sebez többet egy sima lightnál. Igazából. Kicsikét ugye másabb lesz a moveset, na ezt jó, hogy elcsaltuk. Hogy itt a mérgezős kislányok is baszogatnának. Csak remélni mertem, hogy ez megszakítja. Egy csomószor így ösztönből szoktam cselekedni. Mert hogy nem teljesen full vaktába, hogy lesz, ami lesz, hanem... hanem számítok rá, tudjátok? Számítok rá, hogy jó lesz, amit csinálok, és bejön. Köszi a nagy semmit, az a Star Fragmentet. Ezt így az egyszerűbb. Ja. Igen, meg itt lesz is mindjárt egy lepke amúgy. Persze ugye bevezet ez is az ellenfelek közé, de legalább két ütésből döglik, mert régen, alapvetően, egy ilyen fegyverből is vagy ötöd bele kellett ütni, és mondom, ez csak a kis alapszerencsétlen piros. Aztán jön majd a rózsaszín, ami teleportál, abban még több kell. A sárgának meg... annyi HP van, mint egy kurva bossnak. Egyébként csak azért, mert egy báb test nélküli, ne becsüljétek alá, mert még nagyobb gecik egyébként, mint hogyha lenne lábuk is.
volt problémám első végigjátszásra. Na igen, és ez konkrétan itt most ez a rész ennyi volt, szóval hotel és Upgraden. Ez viszonylag fluidul le lett tolva. A boosterből szerintem a harmadik szintet ki is tudjuk hozni. Meg egyébként a rejtélyért, amit kaptuk, ezt az úgynevezett Trinity Key-t, erről ugye azt írja a játék, hogy ez a Szent Háromság szimbólum egy titkos szervezetnek a jelképe, aki egyébként igazából uralja Kratot. Tehát igazából az alkimisták, ha azt nézzük. A más új dolgot most nem lehet venni, és akkor... Most már egy kicsikét kéne a... Vitalitóra pakolni. Workshop Union Cohort. Megnézem előbb a shortcutos irányított fönn a létre. Szóval erre. Hidden Moonstone. Azt hiszem itt lesz a Trinity Key-es ajtó, de... Igen, itt lesz a Trinity Key-es ajtó. Nem, ez egy másik ajtó. Azon rajta van az a Szent Háromság jel, szóval nem. Shortcut... Shortcut. Majd persze a másik oldalról kinyitható, és itt. Aha. De le tudunk nyomatni egy létrát. Hát nem volt teljesen point lesz igazából. De ez majd akkor lesz igazán tényleg jó, hogyha... Hogyha majd a többi shortcut is kinyitásra kerül, addig viszont... Egy irány maradt be a csőbe. Pontosabban nem be a csőbe, hanem erre. Hú, ez itt... nem elég charge-olt heavy, ezek masszívabbak. Itt vigyázni kell, mert jön egy ilyen. Elsodorja a bábokat, fölviszi a tűsebzést, meg minden. Olyan egy hereizé, de gyűlölöm, amikor elakadnak a fegyverek. Jó kis közjáték volt mi. Úgy emlékeztem, hogy charge-olt heavy nem akad el, de ezek szerint az is csak némelyik fegyverre igaz. Ez elég egy szerencsétlen helyzet volt. Nagyobb fegyvereknek talán ez tud lenni az átka. Amúgy ezt a fegyver elakadást nem értem, hogy miért fixációja ez minden egyes kurva csapatnak. Rohadtul semmit nem ad hozzá a játékhoz. Nem ettől lesz valami realisztikus, hogy jaj, elakad a fegyver. Akkor az a faszon vértükrös rohadt ellenfél is akadjon már el szerintem, akkor azt úgy kéne. Ja, meg ugye nem mindegy, melyik irányból csapsz. Hát egyébként arra azzal szórakozik, kirántjuk ezeket ide az útba. Megvan, a láng egyébként azt tudja az overheat, hogy... Aha. Láng az azt tudja, hogy a... Tehát, hogyha lesebzed az ellenfelet, akkor nekik is van a HP-juknak egy narancssárga része, és hogyha nem ütögeted tovább, meg nem csinálsz Fatal Strike-ot, meg ilyeneket, az egy idő után elkezd regenerálódni, és a láng az például ezt tudja belassítani. Na igen, egy shortcut itt kinyitva. És akkor most zsa-zsa-zsa-zsa-zsa-zsa.
Igen. Újabban mi van, hogy nem jönnek össze a fétalok? Korábban ezek összejöttek, és akkor is úgy csináltam, hogy nekiszaladtam az ellenfélnek teljes erőből. Firex-nál ezt nem nagyon használtam sose. Nem nagyon sose. Na, inkább úgy, hogy sose használtam. Vivid Ergo Fragmento. Így igaz, és technikailag az a helyzet, hogy errefele kéne tovább menni. És errefele is fogok, csak majd később, de azért a shortcutot kinyitom. És esetleg megpusztulok, akkor most már az előző checkpointtól jobban meg fogja érni, jönni. Arrafele kell majd tovább menni, de úgy nagyon. És mielőtt arra megyek, előbb eljövök itt erre, mert itt is van még. Igen, tehát hogy például föl tudok jönni itt. Igen. Ja, itt az orvosnak volt a vallomása, hogy hát az a kúra, amit föltaláltam a kővédermedő kórán. Bocsi, nem föltaláltam, hanem elloptam, azt talán mégse volt annyira hatékony. Jó, persze sikeres volt, hogy kezelte a kór, de hát akiken meg nem sikerült, azokból meg szörnyek lettek köbö. Itt pedig egy csávóról van szó, aki egy bábot vett feleségül. Ja. És ezek egyébként nem csak teljesen random cikkek, tehát hogy... ezeknek az iratoknak a némelyiknek a tárgyával fogunk még találkozni a későbbiekben. Itt pedig... Ja, erre. Itt lesz egy boss fight. Itt tudok mutatni egy trükköt, még ne jöjjünk ide. Így is ebből egy boss fight lesz, egy human. Azonban, hogyha egy adott szerkóban jövünk ide, akkor ugye mást mond. Beszéljünk, ők az eredeti Pinocchio sztoriban is szerepeltek, egy róka meg egy macska, a macska azt játszotta el, hogy vak, a róka meg az, hogy sánta. És le akarnak húzni pénzügyileg folyamatosan, de egyébként nem rossz arcok, csak el akarnak innen menekülni. Őket Venini bérelte föl, hogy segítsen kitakarítani a gyárat. Elfogadták a pénzt és itt hagyták. Na, tehát a lehúzni pénzügyileg első példája. Venninek van egy ilyen könyvsorozata, egy ilyen Landmark Guide kalauz, és ebből ő elvileg el akar nekem adni egy limitált darabot. Igen. Tehát jó, vegyük meg, persze. Ez a bizonyos limitált darab egy szakadt verzió, tehát hogy... Igen. So, have you had time to read it? It's the first volume I wrote, so go easy. By the way, I need to mention something before it slips my mind. It's a shame that the original author went missing. But I fear you misunderstood this commitment. I am willing to sell my newest book
for 500. No refunds, of course. That's a given. But look. Igen. Nálam van limitált darab, senki más nem fog egy ilyen tépet szarért 500-at fizetni, csak én voltam ekkora madár. De ezt meg kell csinálni, hogy progresszáljam a questlányukat. Szóval... ja. Meg most szépen eljövök előbb erre. Ugyanis most abba az irányba megyünk, hogy a mérget eltüntessük. Jó úton is haladunk afelé. Itt is van az első Trinity Key-es ajtó. Meg is van hozzá a kulcsocska. Itt pedig vissza tudunk menni arra a területre, ahol a pajzsos bábbal küzdöttünk. Na, akkor nyissuk is ki. Itt az itteni rejtélyek csak úgy érdekességképpen vannak itt ennek így. Na, ezeket már nem kell megfejteni. A nap kérdése, mit tudom én, az adott gyári dolgozó belegondolt valaha, hogy milyen lesz milyen lesz az, amikor úgy pusztítanak el, mint egy bábot. Blue Blood Steel Coat és egy kvarc már emiatt megérte. És hogyha berakjuk ezt a Blue Blood Steel Coatot, akkor az NPC, akit ott mutattam kicsikét arrább, az nem fog azonnal nekünk esni. És igazából akkor, hogyha most már így eljöttem erre, akkor előbb letudhatjuk ezt a részt is. Teljességgel mindegy. Na, ezekre vigyázni kell! Ezekre nagyon vigyázni kell. Csak azért, mert nincs lábuk, ezek buzik, bazd meg. Még jó, hogy legalább egy Charged Heavy gyilkolja őket. Jó. Mondjuk lent is mehetek igazság szerint. Nem nagyon van különbség. Most persze itt eljöhetek erre, meg stb. Hú, itt a... nagy problémát majd az ottani tag fogja jelenteni, hanem nem ígérem, hogy ez sérülés nélkül. Oksa. Soulblade. Igen, majd mutatom ezeket a dobótárgyakat is, csak... Na például ennél az ellenfélnél volt korábban az, hogyha beszívtad a piros támadását, letaglózott ugye hanyattestél a földre, mielőtt a karakter föl tudott volna kelni, mert akkor még a Rising Dodge az reálisan nem tudtad kifejleszteni, így elkezdett baszkodni a lapáttal, amíg meg nem döglött. És ez tipikusan az, hogy már tudod előre, hogy meg fogsz halni, és semmit nem tehetsz ellene. Igen, pont így. Igen, pont ez. Most nagyon-nagyon nem megy ezen a küzdelem, de... Fucking hell. De legalább mögdöglött. És most annyi a méregnek is. És talán ez így jól is alakult, mert így most vissza tudok menni a Most Recent Stargazerhez. Innen már közelebb lesz egyébként. Így jobban fogok most kijönni. Amúgy
azért csinálom, mert már alig maradt hílem. Szeretem ezeket a kazántesti faszokat. Általában le tudom deflektelni azt a pirosot, csak most meg az volt a gond, hogy túl későn akartam csinálni. Na és akkor most ide jövünk, mert innen közelebb lesz. Most már le tudjuk szedni a Puppet of the Future-t. Oda az elektromos buff az jól fog jönni a fegyverre, szóval azt tervezem használni, meg mivel sokkal támad, ezért talán azt a sok rezisztens ampulát az be kéne rakni. Mégiscsak meg van két elektromos buffantyúm. Azok kellenek, és kaptam egy olyan life amulet. Reduces weapon durability consumption. Igazából legy. Slightly heavy vagyok, akkor ne legyen. Igen, vagy néha üt a rohadt állatja másodikat is. Ja. Azért egy óriási fegyvertény, hogy mire föl kell az ellenfél, van időt bevinni addig két charge-olt heavyt. És ez most már azért lesz jobb, mert a méreg most már nem fog kínozni, mert ez anélkül is elég nagy állat lesz, szóval akkor igen. Hú, ezt ki lehet használni, amikor így. Jól van. Hú, ezek a dupla tarpas, izé, kengurus rugások ezek. Nem olyan jók, de amikor csinálja ezt a kis betonkeverést, hát olyankor Oké, meg is döglött. Meg szokott olyat csinálni, hogy amikor gyalogol feléd, így felemeli lomhán az egyik kezét és leüt. Az is egy jó lassú folyamat, és azt is ki lehet használni arra, hogy addig megpüfölöd. Lesz még ilyen a játékban bőven. És mindegyik ad kvarcot. Szóval igazából... Ja, most ott vagyunk, hogy lement őkelme. És leszedhetjük azt az NPC-t is. Az, mondom, így is úgy is megtámad minket, szóval... Hagyjuk már ezeket a Star Fragmenteket, komolyan, bassz meg! Ennyi erővel akkor egy külön tárgyat is lehetett volna kreálni a játékba, hogy rabis, hogy szemét, mert ez azzal egyenértékű. Egyik korábbi stalker barátjának hisz. Azt hiszi, hogy visszajöttem kísérteni, de csak azért, mert ez a blue bloody cucc van rajtam. Ő egy ilyen fiatalabb bújon stalker volt, és cserben hagyta a társát. I wish I hadn't run away. Ugh.
Disneyt, de gyűlöm ezt a spammer faszt. Na ott van, mögötte voltam! Oké. Eltört. Eltört a kardja. Innentől kezdve most már csak idegesítő lesz, nem halálos. Ott van. Meg a három Fable slotba kerülő Fable artokkal. Végre lehet. Lehet tankolni. Nem tudom, látjátok, de nem igazán akar leállni. Oké. Rohadt idegesítő ez a harc. Most egy kicsikét később csináltam a Charge-olt Heavy-t, mert az előző esetekben mindig kidodzsolta. És őt azért kellett leszedni, mert adott egy gesture-t, ezt a Stalker's Promise-t, amit majd későbbiekben föl kell mutatni, hogy majd szintén kapjunk egy Humanity Point-ot. Meg az egérmaszkot kaptuk meg tőle. Igen, Rookie Stalker, igen. Tehát, hogy az olyan stalkerek azok olyan állatos maszkot hordanak, amit így a felettességi döntenek el. Tehát, hogy mondjuk kis kopaszt megprenkelem azzal, hogy te hordjál már egérmaszkot, mert jelenleg azon a szinten vagy, akkor nincs más választása. Ohó! Ja tényleg, hát ugye Alidorónak a szettjét behozták. Nem is néztem meg a maszkot. Igazából... Oké, ja. Mehetünk vele egyelőre. Ezt nem is értem, hogy nem néztem meg. És egyébként azzal, hogy leszettük a Survivor-t, azzal nyílt ki itt az ajtó. Szóval úgy ja. Ja, most már mehetünk tovább, és egyébként nincs is már sok hátra a gyárból. De azért most már van nálunk egy adag ergo, szóval visszamegyünk szépen szintet lépni, meg upgrade-elni, és aztán jöhet a boss. Hát tényleg közel a cél. A cicc az valószínűleg még mindig nem szív le minket. Ja, van két kvarcom. Az istentelenül király, több amulet slot, retain guard regain. Én azt mondom, hogy a több amulet slotot azt nyomjuk ki, mert előbb-utóbb megkapjuk majd a carriers amulettet, ami megnöveli a terhelésünket, szóval azt mondom, hogy az most kéne, és most már unlockolódtak a kettes szintűek, mert ugye ahogy unlockolod a phase 2-t, meg majd a 3-at, ugye az ilyen képességekből is már itt vannak a kettesek, tehát hogy igen, a Perfect Guard az ugye hamarabb Destruction Damage, azt gondolom a fegyverekre vonatkozik. A Perfect Guard-alok hamarabb eltöröm az ellenfeleknek a fegyverét. Embusztager. Hirtelen semmiből támadok meg ellenfeleket, akkor nagyobbat sebzek. Igen, többet sebzek, hogyha a durability maximum van. Többet sebzek, hogyha nincsen Pulse ellen. Pulse-szel többet healen, az mondjuk jó lenne. Lowers Damage Charge. Charge-ot akkor tolok, vagy Fable Art-ot, akkor kevesebb sebzés kapok közben. A élmentek elleni ellenállást növekszik. Oké, futás az kevésbé, ha fogyassza a staminát. Aha, Special Grind, az még nem lényeges. Hát igazából... A Pulse Recovery az jó. Perfect Guard Destruction, az is jó. Oksa. És akkor igazából majd még ezt kinyomjuk. Itt pedig majd csak egy lesz érdekes nekem, a Pulse Recovery.
Itt viszont a negyediken majd mindent ki fogunk nyomni, gyerekek. Az Hozier. Most viszont több amulettet nem fogunk elbírni. De nem baj, majd a Carriers amulettnek fog viszont kelleni. Ez inkább egy kicsikét... Nem mondom azt, hogy hosszabb távú befektetés, még igazából a boss után már nem sokkal után meg is kapjuk a Carriers amulettet, szóval... Az meg egy olyan, hogy azt nem igazán szedem ki. Hú, 5 szintet is tudok lépni, bazd meg. Az igen. Most azért elég szépen nő. Jó, menjünk így. Menjünk most így, és akkor bosszolhatunk. Ja, tényleg igen, onnan jött 2 kvarc, ugye, hogy... Jó, az meg nem minden kellett volna menni. Picsába. Onnan jött 2 kvarc, hogy leszettem a Puppet of the Future-t, a másikat pedig a Trinity Room-ba találtam a szépben. Ott van Venini. Pulcinella. I hope he's all right. Lesznek itt még trükkös helyzetek, ha oda be sem meghalsz, hagyjuk már a Star Fragmenteket, könyörgöm. Akkor kedvenc olasz ajkú barátunkat mentsük meg. No, easy now. Don't need to kill me. Don't need to kill me. Discuss this like reasonable people. Hold on. Geppetto's a friend Geppetto. Of yours. Did he send you? Arra kér minket, hogy próbáljuk meg megtalálni az inosát Pulcinellát, és szedjük le azt a bábot, aki korábban a bábok gyártásáért felelt, Fuoco, akit következetesen Fakónak fogok hívni, mert vicces, mert abban benne van, hogy fuck, és a káromkodás az vicces. My butler went to barricade the back door and I haven't seen him since. Pulcinella has been a loyal companion. I'd hate to lose him. The factory is, of course, my priority. We must take it back. But please, keep an eye out for me. Mondjuk elvileg ez nem külön feladat, hogy a inosát azt... Tehát, hogy keressük meg őt is, hanem csak leszedjük a boszt és előkerül. Before all this chaos... Fuoco was the puppet in charge of the furnace. Fuoco felelt a kohóért. De megváltozott. He was a stand-up fellow once. Now, not so much. I'm told he's still building an army of puppets. Báb hadsereg, amit a katedrális fele küld. How did this nightmare come to be? Before all this... I'm told he's... How did this... Na, szóval akkor le kell rendezni Kingsflame Fuoco-t, aki egy báb hadsereget épít. Aki egyébként szintén a bábok királyának egy ilyen küldönce, és azt akarja elérni, hogy csatlakozzak az ügyükhöz. Itt fönt kell jönni. Hát igen, ez a távolság, ez egy pöppentyűt ír rá, és Technico Crank király. Majd a boss fight előtt még visszamegyek és ezt B aktiválom, majd rányomjuk a fegyverre. Dobáljátok csak, hülye gyerekek. Fent. Itt fent én vagyok az Isten. Descartes note. Igen. Hibása izé Grand Covenant? Hogy tudják a bábok megkerülni? Tehát itt van például Fuoco. Ő egy példa. Embereketől báboket gyárt tűz helyett és valami Istenhez imádkozik. Engedelmeskedik valaminek. Valami istenségnek. Igen, a Róza Izabel utcán van egy olyan, hogy a báboknak a királya. Biztos ő irányítja az összes bábot, és Fuoco az ő parancsait intézi. Na meg igen, itt most például sebződtem egy kicsit, és a Charged Heavy instant visszatöltötte. Nyilván itt a támadásnak az erejétől is függ, hogy te mennyi HP-t töltesz vissza.
Ja, itt most a fenti madarakat elintéztük. Gyorsan ezt a technikrenket ezt beaktiválom. Nem emlékeztem, hogy akkor abból kapok itt egyet ilyen hamarabb is. Hát de, csak mint kiderült, az motivity crank volt. Én azt hittem, hogy azt tudjuk a leghamarabb megszerezni, de jó, hogy ebből is van. Instant föl tudjuk ennek a boosternek a paraméter bónuszát arra vinni. És így, hogy ezért már 20 fölött van a technikem, ezért ebből profitálok. Ezt a maradék elektromos buffot meg majd Kingsflame fakóra szépen. Na akkor booster, technikó, 15. A motivity scalinget meg teljességgel elveszi, a D helyett lesz egy semmi. És ez így van jól. Jap. Oké, control room. Hát itt most le kéne szedni ott ezt a kisebb kályha testű verebet. Mert ad egyébként egy amulettet, ami a boss fighthoz jól jönne majd. Mert itt meg az overheat lesz az, ami gyilkolni fog, nem a shock. Az electric shock. Mert ne felejtjétek, van különbség a shock és az electric shock között. És mi a karakterünkkel ilyen speciális élmenteket nem tudunk fölvinni. Mi csak a standardeket tudjuk kiosztani. Most mehetünk lentről. Csaljuk ide egyből, tudjuk le. Ezt most túl korán akartam nyomni. Faszomat. Istenem, de balfasz vagyok, hogy ezt újabban nem tudom. Na és régen úgy nézett ki, hogy miután letaglózott ezzel a piros támadással, még szarrá vert a földön, mert nem bírtál fölkelni. Most nagyon-nagyon erdjen megy ennek az időzítés, nem tudom, mi van velem. Vagy túl korán akarom, vagy túl későn. Igen, és amint meghalsz egy adott élmentbe, akkor mutatja, hogy az bittu. Ezt te még az én utcámba, buzi gyerek. Most már akkor lerendezhetem itt a többit. Hidden Moonstone király, hát az majd más fegyverbe lesz jó. Bár igazából sima fegyvert ezen kívül nem nagyon fogok húzni, mert a Puppet Ripper az már a speciális kategória. Ez buzi. Nézd meg! Te mit képzelsz? Itt az agrója egy kicsit meg volt annak hűlve, de nem baj. Vigyázni kell erre, amit itt... Nem igaz, hogy ez most sem ennyire nem megy, most már kezdem unni. Majd kérdezni akartam, hogy nem akarsz összeesni. Ez most csak emiatt kellett a... Standard Radiation Converter miatt. Ez itt azt hiszem nem is respawnol. Fú, de nem szeretem ezeket. Baj, majd fog ez jobban is menni. Gyorsan leírtam itt a népet. Hát, ha van még itt valami item. Gyorsan újra töltem aztán a terepet. De nyilván a bosshoz... Anyád. De nyilván a bosshoz fullosan fogok bemenni. Fönt kell jönni. És itt mindig poénból ráugrottam erre a szalagra itt középen, de igazából mindegy, mert itt nem vagy olyan magasan, hogy sebződnél. És itten vagyunk. Kingsflame fakó következik. Ő aztán tényleg kazántestű. Elvileg az a feje ott.
fura egy létforma. Milyen jó kis fekaökle, kézi ágyúja. Olyan, mint egy kezdetleges droidika a Star Warsból amúgy. Jó, jó kis konstrukció. Fész egyben még nem fog lőni. Jó kezdés! Itt annyit tudsz tenni, hogy vagy kurva messzire szaladsz, ami nekem most nem sikerült. Picsába. Mindjárt mondom, hogy mi van. Most legalább ez sikerült. Nem baj. Elsőre így is. Ezek szerint változtattak a mechanikáján, amikor mióta utoljára küzdöttem vele, ugyanis amikor levittem a HP-ját kb. 50%-ra, szokta csinálni ezt a piros támadást, amikor ilyen ütvefóró módjára így megindul előre, de az persze ilyen tök kajlán, hogy nem a karakterem irányába nyomja, hanem random el, és úgy látszik, hogy azt kiszedték, hanem most már nemes egyszerűséggel az, hogyha leviszem a HP-ját félig, akkor instant megtörténik a fézváltás, és egyébként így is kéne működnie normálisan, csak ugye nem számítottam erre. Ilyenkor, amikor elkezdi okádani a fejéből, vagy a tök tudja milyen testrészéből a lángokat, fussál rohadt messzire, vagy be egy oszlop mögé, és nekem az már most pont nem sikerült, és ja, fővitte rám az overheat-et. Meg arra kell vigyázni, hogy amikor, tehát fész 2-be már azért egy kicsikét megváltozik a movesetje. Például ilyen kis olajtócsákat köpköd a fejéből, azzal az a gáz, hogy bizonyos támadásaival, vagy lehet az összessel, a pörgőforgósaival fixen, aminek a végén lángok is vannak, meggyújtja az összes olajtócsát, ami eléggé halálos. Valamint dodzsolgat és onnan lő a kézi ágyújával, lángszórózni is szokott, azt mondjuk nagyon könnyű kihasználni. Mégsősoron nem volt ez rossz. Kicsikét az a helyzet megint, hogy jó, lement elsőre, de mehetett volna jobban is. Több dolgot is kaptunk, megkaptuk az ergóját egyrészt. Illetve... még egy ilyen speciális alkatrészt, amiből el lehet készíteni még egy Legion armot. Valamint egy speciális grindstone-t, azaz most már tudom arra használni a fegyveremet, a grindolót. Hogy ne csak, hogy durability-t élezzek, hanem buffot rakni a fegyverre, ami tovább tart, mint ezek a fogyóeszköz buffok. Ebből megkaptam a tüzeset, és mindezt majd Venyininél. Meg itt van a Pulcinella is. Buongiorno, and welcome to the house of Venini. I am Master Venini's Majordomo, Pulcinella, at your service, sir. The House of Venini carries only the finest in luxury merchandise. I believe you'll find all items to be both superior quality and distinguished provenance. I am certain you will be able to find something that suits you, sir. At the House of Venini, even priceless things have a price. Every item is a treasure of distinguished quality. Na, miket lehet tőled venni? Például az Electric Blitzes Grindstone-t is, az jó lesz majd hosszú távon, meg lehet most már venni tőle crankeket, például az advanced-eset is. Valamint Liner, én nem is tudom melyiket szoktam használni, mert ugye ezek a védelmi alkatrészek meg azt csinálják, hogy ugye a három különböző támadás ellen véd, vágás, szúrás, meg a csapás. Ezek közül én azokat szoktam mindig megvenni, ami így a legbalanszoltabb, talán a spaced az.
De nem szeretem ezeket cserélni egyébként, mert most van egy olyan boss, ami többféle támadásra is támad, akkor hogy? Tehát, hogy inkább a Space Death szoktam megvenni, ez tűnik így a legbalanszoltabbnak. Ja, 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 mindig a Space Death. Hm, 62, szóval pakolhatok capacity-re. There you are, my boy. My savior, yes, that's the word. You took back the factory, and I cannot thank you enough. Without the factory, no more new puppets. Puppets. The army has run out of recruits. My friend, you saved... Úgy szokott hívni, hogy kompányó. All of us. Ah, but listen to me going on and on about my concerns, and I don't believe I've even introduced myself. Signor Lorenzini Venigni. Gentleman, bon vivant, and... At the moment, legjobb karakter az egész játékban. If the name Venigni rings no bells, perhaps you've heard of Kratz, Prince of High Society. That is because they are one and the same. While I sincerely believe me, neki egyébként a karaktere tisztára ilyen Batmanes, hogy megölték a szüleit, meg ilyesmi. Please, take this. My newest prototype. It's a grinder stone that keeps granting special attributes. Grinder Modification Tool, most már különböző buffokkal lehet majd buffolni a fegyvert. Nem mutatom. Igen, a Legion Arm, hogy azokat is ő tervezte. A Geppetto volt, mindegy, valamelyik én zseni. Modularity. That means it will be much easier to improve and repair since you'll be able to use commonly found parts. You might say this arm's new abilities are legion. I always welcome. Switch grindstone. Most inkább a tüzesre lesz szükség a következő területen. Egyelőre ebből csak egyet lehet használni. Of course you're curious. Pulcinella has been restored thanks to you. Na ott van, nem kellett tennem semmit, aztán megkerült ő is. Meg ez a csávó úgy tudja fényezni magát, hogy közben valahogy mégis alázatos marad, ezért bírom egyébként. The only one I have left really. If you ever need anything or find yourself in a spot of trouble, call on your friend Venigni. Yep. I always will. No one, not even I, know what started the puppet frenzy. Why? Meg vele közösen kéne majd kitalálnunk, hogy mi okozta a puppet frenzit amúgy. It was horrible. A violent rampage of murder and mayhem that is seared into my memory for all times. It was never supposed to happen again. Meg azt mondja, hogy soha nem lett volna szabad megtörténnie megint, mert ugye egy báb ölte meg a szüleit. És végül lesarkalta arra, hogy bábokat gyártson. Oksa. És most lett plusz egy Legion armunk. Ezt le is tudjuk craftolni, ezt a Flamberget, mert ehhez az a High Powered Flame Amplifier kell, amit Fuoco adott. És akkor ugye itt lehet majd őket fejleszteni a modifájjal. A Left Arm of Steel-t nem lehet. Aha. Hú, de laggolnak ezek a videók itt. Na, ez lenne a negyedik szint. Ezeket majd egyszerre akarom. 1, 2, 3, tehát 6 darab Legion kaliber kéne. Ezt se fogom fejleszteni, ezt se. Na és a többihez, a Deus Ex Machina, Pandemonium, Aegis és a Falcon Eyes. Ezekhez meg már egy olyan tárgy kell, hogy Legion Plug. A legkorábbi Legion Plug az pont a következő területen lesz majd. Azt majd el fogom használni erre, mert ez technikes. Ez kurva jó, és ezt fogom fejleszteni. Szóval egyelőre a Legion kaliberemet azt szépen tartogatom. A grindstone meg úgy lehet buffolni, hogy ha csak nyomva tartod a négyzetet, akkor ugye a fegyvernek a durability-t állítod vissza, ha viszont guardból indítod,
akkor pedig buffolja most éppen tűzzel. És ez úgy működik, hogyha például némelyik fegyver ugye tud ilyen speciális dolgokat, hogy mit tudom én, magadra raksz egy olyan buffot, hogy nagyobb eséllyel csinálsz kritikus sebzést, vagy olyan fegyvered van, hogy egy adott támadás mondjuk bevonja savval a fegyvert, az ezeket a grindstone-os buffokat felülírja, hogy azért ne kapjál egyszerre túl sok jót. Meg egész addig, amíg itt pofázok, berakhattam volna a zenét is. I'll use my power. I am able to wield Ergo. Oh, sure, right. They call me a listener. Because I can hear Ergo. I inherited the power from my mother, who hated it. Called it the devil's power. So igen, ő tud a bábokkal kommunikálni Ergón keresztül, ő ezért különleges. Meg a bábok is egyébként Ergo hullámokon keresztül kommunikálnak egymással. Júj. És akkor adjuk le a drótot Geppettónak, hogy mi történt itt aztán. A kevés részben majd lépek pár szintet, és akkor haladunk tovább a katedrális fele, mert most az a következő lépés. Geppetto meg azt mondta, hogy nem minden bábot ő tervezett, így nem meglepő, hogy némelyik az így kikerült a Grand Covenant-nak az irányítása alól, és hogy voltak már példák korábbra is, hogy a Puppet Frenzy előtt némelyik bábnak saját akarata volt, és hogy hát ez hogyan, ez nem lett volna szabad. És hogyha egy báb magától cselekszik, hogy az most azt jelenti, hogy saját akarata van, vagy valaki más irányítja. Élet nagy kérdéseire, itt fény derül a végén. Na akkor a Capacity-re pakoljunk, mert a kurva anyját, hogy kell, de igen. És akkor még egy Saiyan technik. Jó van. Ha viszont a Carrier szaműletet majd bepattintom ide a harmadik slotba, akkor egy ideig most már majd nem kell. Na jó, akkor most ennyi lett volna a második rész, és akkor innen folytatjuk majd. Sziasztok!